Nagyon örülök egyébként, hogy az előadóink egymással diskurzusban magyarodtak ki. Azt hiszem, hogy ez nagyon jót tett ennek a szekció ezen részének, hiszen különböző megközelítéseket, különböző irányokat láthatunk, ami szerintem mindig nagyon jót tesz egy ilyen beszélgetésnek. És átvezetném most a szekciót egy másik részről. A szekció tagjai kérdéseket kaptak, amiről egy röviden beszélni fognak. És ugye ez az a pillanat, amikor én hirtelen kérdezőből kérdezetté és átválok, és egy nagyon-nagyon röviden szeretnék arról beszélni, hogy mik azok a főbb demográfiai folyamatok, amik a várostervezést és illetve a várostervezés, a várospolitikát meghatározzák, és a fő kérdéseket jelentik. Az a szerencsém van egyébként, hogy nagyjából ezt tegnap elő is adtam egy másfél órában, rövidítve, és azt nem szeretném most megtenni, tehát tényleg csak a nagyon fontos részeket és a főbb csomópontokat szeretném kiemelni. Ugye az egyik ilyen fontos, és ez főleg az angol vendégek számára érdekes, hogy ugye Magyarország népessége a 80-as évek közepe óta fogy. És úgy tűnik, hogy erőteljesen fogyni is fog az elkövetkezendő 20-30 évben, ezzel párhuzamosan vagyunk Németországgal és a környékbeli más országokkal, tehát hogy Európának ez a fele Olaszország, Spanyolország és a gyakorlatilag Franciaország és Anglia kivételével, Svédország kivételével erőteljes fogyásban van. Ehhez tartozik egy nagyon erős előregedés is. A fogyás mértéke nem olyan nagy, mint számoltuk. A bevándorlásnak köszönhetően, illetve az utóbbi időben növekvő születési számoknak köszönhetően kevesebb, de ennek ellenére egy jelentős fogyás van, illetve a kivándorlás is okoz egy jelentős fogyást. Ugye, ami ebben a térben megjelenik. A Budapest esetében volt egy nagyon jelentős fogyás a belső területeket tekintve, ahol most vagyunk, illetve ezen a környéken, a 60-as évek csúcsa óta nagyjából a népesség harmada van olyan része, ahol fele eltűnt. Ez egy nagyon-nagyon fontos állítás, és nem csak az, hogy eltűnt, hanem kicserélődött. A középosztály már a szocializmus időszakában kiment a külső részekre. Nyilván lehet azon veszekedni, hogy ezt hívhatjuk-e szociális a szuburbanizációnak, azt, amikor kimentek az emberek a lakótelepekre, illetve a társasházas övezetbe, főleg a középosztály. Véleményem szerint igen, de most nem a fogalmakon szeretnék lovagolni, hanem azon a jelenségen, hogy egy hatalmas mértékű leromlása történt a belső területeknek. Ez az egyik, ami nagyon fontos alap. Ugye a másik, ami fontos, hogy a lakótelepek, ugye Budapest lakásának egy egyharmadát adják, országosan egy kicsivel kevesebben az arány. Ugye ez a szocialista országok körében ez egy relatív alacsony arány, Lengyelországban hasonló az arány, Szlovákiában 50%, Pozsonyban 80% legutoljára emlékeim szerint a lakótelepi lakások aránya, Moszkvában 90%, tehát Budapest ilyen szempontból relatív kevés, nyilván jóval több, mint Németország nyugati fele, vagy Franciaország, vagy Anglia, de még mindig egy jelentős állomány. Viszont nem következett be az, amit a 90-es évek elején gondoltunk, hogy akkor bekövetkezik egyfajta erőteljes leromlás a lakótelepeknek, párhuzamosan azzal, ami történt az a 60-as években például Franciaországban, vagy az Egyesült Királyságban, ahol ezek elgettósodtak. Tehát nem alakult ki ez a Tower Hamlets környékének a képe a magyar lakótelepeken. Lettek olyan lakótelepek, amelyeknek alacsonyabb a státusz, illetve magasabb, de az alacsony státuszú lakótelepek, beleértve például a Havanna lakótelepet, sem vált olyan rosszá, mint amit gondoltuk. Sőt, a Havannának az állapota sokkal jobb, mint a híre. A következő nagyon fontos dolog azt hiszem, hogy Budapest esetében viszont nagyon sokat beszélünk arról, főleg a 90-es évben volt nagyon sok beszéd arról, hogy a belső területek elgettósodása az előre haladott, és itt a Józsefvárost szokták kiemelni egyébként joggal, de hogyha azt nézzük, ez összességében 3-4-5 utca. Tehát, hogy nagyon fontos, de kicsi az a terület. Viszont, hogyha megnézzük Budapestnek a társadalmi státusz térképét, akkor azt látjuk, hogy van egy hatalmas nagy plecsni, ami alacsony státuszú. Ez ott a határúttól délre első rész, Csepel, Pesterzsébet, ez a környék, ami egyfajta szuburbia, családi házas övezet, és alacsony státuszú. Erre nem gondolunk annyira problémásként, mert nem esik a szemünk elé. Nem látjuk. Nekem nagyon tanulságos volt, pár héttel ezelőtt keresztül mentünk arra, és ki volt írva, hogy egy gyírosz 300 forint. Nem tudom, hogy hoznak ki egy gyírosz 300 forintból, de mutatja a kereslet, a fizetőképes kereslet nagyságát, hogy ennyire olcsón tudnak csak. Tessék? Hát, hogy a szomszédboltjából, vagy már nincsenek macskák a környéken, nem tudom ezt a megoldást.
De ez egy nagyon, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos részlet, tehát ezek a lerobbanó szuburbok, ez egy nagyon fontos problémakör lesz a következő időszaknak. A másik ilyen jelentőség folyamat, és Gauder Péter kérdése majd erre fog vonatkozni, úgyhogy nem veszem előle a terepet, ez a szuburbanizáció. Viszont ugye az az állításunk van, hogy Budapest népessége, ez egy fontos állítás, Budapest népessége a 2006 óta enyhén növekszik, viszont a budapesti agglomeráció, vagy a budapesti metropolis térség még inkább jelentősen növekszik. Ez egy nagyon fontos dolog, ami azt jelenti egyébként, hogy tehát nem egy statikus egyensúly alakult ki, amelyben megállt a szuburbanizáció és bevándorlás és egyebek történnek, hanem folytatódik a szuburbanizáció, csak ezt ellensúlyozza a beáramlás. És az ellensúlyozó beáramlás következtében Budapest népessége kicsit növekszik, a budapesti agglomeráció népessége jelentős mértékben növekszik 2006 óta. Ugye a kérdés az, hogy ugye egyrészt a szuburbanizáció zajlik, és erről nem szeretnék akkor többet beszélni, viszont a belső területeknek az átalakulása, vagy pontosabban hova történik a beköltözés, ez egy nagyon fontos folyamat, és azt lehet látni, hogy a budapesti külső területek, tehát a korábbi szuburbán területek népessége csökken, vagy stabil, ellenben a belső területek népessége növekszik. Tehát pont ahol most vagyunk, és hogy kik költöznek ide, azt lehet látni az adatokból, a KS adatokból, hogy a legbelső területekre fiatalok, a kicsit távolabb a magtól pedig a kisgyerekes családok. Ugye ezt hívjuk gentrifikációnak, a második demográfiai átmenet következtében előálló kétfajta gentrifikációnak, ugye egyik a studentifikáció, a második pedig ez a ugye angolban ez a Young Urban Professional Parents néven futó beáramlásnak, ami gyakorlatilag egy belvárosi szuburbanizációt hoz létre, hogyha az értékeit tekintjük. És ez azt hiszem, ez egy hatalmas nagy értékváltozást okoz, és pont ezt látjuk, én azt gondolom itt a Bartók Béla úton, ennek a megjelenését a kávéházaknak, akár a kéknek és egyéb más dolgoknak megjelenését. Ugye szokták még mondani a gentrifikációnál a globalizáció hatását, én azt gondolom, hogy jelenleg Budapest esetében a globalizációnak az a típusú hatása, hogy döntéshozatali központok következtében nagyon jól kereső fiatalok költöznek a belső részekbe, a különböző nagy cégeknek vagy saját cégeiknek a jól fizetett alkalmazottai az jelenleg eléggé mérsékelt. Nem nagyon látunk Budapesten nagy cégeknek a döntéshozatali központjait, még a magyar cégek döntéshozatali központjai sem a központban vannak, hanem annál egy kicsivel kijebb. Aztán egy kicsit áttérve az országos jelenségekre, azon nagyon fontos ez egyrészt, hogy a kelet-nyugati polarizáció, tehát hogy az ország nyugati része gazdaságilag jobban, sokkal jobban fejlődik, mint az ország maradék része, illetve a maradék részein vannak pólusok, Kecskemét, Debrecen, nagyobb városok, amelyek jól fejlődnek. Ugye ez párhuzamosan a népesség előregedésével, illetve a népesség szám csökkenésével egy hatalmas nagy agyelszívást képvisel a kisebb terület, kisebb városokra, aminek a következménye egy nagyon furcsa társadalom kialakulása azokon a területeken, ahol az innováció, illetve amire a panel megszólal, és nagyon sokat beszéltek, tehát a lakosság bevonásának a módozatai nagyon-nagyon másképp tudnak működni, hiszen őnekik nagyon más értékeik vannak, más preferenciáik vannak, és ez nagyon nehézé teszi. Illetve beindul ilyen szemben egyfajta polarizáció azokon a területeken, ahol melyek jobban működnek, ott a lakosságot sokkal könnyebb bevonni, sokkal igénylik-e bevonást, más területeken meg azt igénylik, hogy hagyják őket békén, most nagyon drasztikusan szeretnék fogalmazni. Tehát az agyelszívás egy nagy probléma az ország jelentős területeiről, és ugye nyilván egy nagy probléma egyébként a kivándorlás esetében is ez a jelenség. Ugye, ami még egy utóbbi idők, azt hiszem, egy jelentős fejlemény, és viszont a Gézától nem szeretném elvenni ezzel a terepet, illetve előle a levegőt, hogy ugye az ország egyre inkább monocentrikussá válik, megépülnek az autópályák, minek következtében gyakorlatilag Budapest átvesz olyan szerepeket vidéki nagyvárosoktól is, amit korábban ezek betöltöttek. Tehát Budapest jelenleg, ha azt nézzük, hogy metropolis térség, ez egy 3,5 milliós metropolis térségnek a közepe, az országnak több mint egy harmada. És nagyon sok vidéki város beleért a Szegedet és egyéb más településeket, azáltal, hogy odaért az autópálya, odaért a vasút, azáltal veszít a súlyából. Ugye ezt Japánon keresztül szokták bemutatni, hogy ahová ér a Shinkansen, az abban a pillanatban elkezd társadalmilag, gazdaságilag süllyedni.
Tehát az a hatás, amit azt gondoljuk, hogy pozitív a megközelítés tekintetében, sok esetben pont rontja az országnak a lehetőségeit.